Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a Tipmix NBA egy alcsoportos férfi kosárlabda bajnokság alapszakaszának 17. fordulójában. A Kométa Kaposvári KK az NBA QSL Lions csapatát fogadja. Hazai pályán Kaposváron, a városi sportcsarnokban a hazai együttes pedig rögtön egy triplával nyit kétmezben. A Kaposvár csapat, a pirosban pedig az oroszlányi együttes. Gyorsan nézzük meg a két csapat összeállítását, a vendégeknél éppen Ruják vezetgeti a labdát, rajta kívül Jacob Calloway, Denis Kresztin, Illés Máté, Alexei Czerev, van még a kezdőben, illetve Szabadfi Márk, két másodperc már csak a támadóból, mindeközben Rujáknak kellett ráemelnie, és végül marad a labda a Kaposvárnál. A vendégek vezetője Simon Petrov, hazaiak együttesében pedig Sebastian Uris, Almai Daniel, Isaiah Brown, Michael Hughes, ő szedi a lepattanót, és Tomislav Gabrics, ő meg most kapja a labdát a kezdőben. A KKK vezetőedzője Ivan Rudezs, és ő befejezem a protokoll köröket. A mérkőzés három játékvezetője Cifra Csaba, kapitány Gellért és Földesi Ádám. Eltelt már lassan egy perc a mérkőzésből. Egyedül az egy tripla esett eddig a találkozón. Uris próbálkozik egy középtávolival, amit bedobjuk, hogy 5-0-ra vezet a kaposvári együttes. Aztán kis ilyen labdát is szerzett a Rujáktól. 10 másodperc még a támadóból a vendégeknél, és aztán Hughes lép ki remekül a védelemből, majd kapja Aliukra a labdát, és aztán egy gyönyörű kosárral növelik tovább az erőnyüket a kaposváriak. 7-0-val kezd a hazai együttes. Lehet, hogy lassan majd az első időkérés a találkozón. Nem jön a pontszert, és Gabrics védekezik közben nagyot a kaposváriaknál, és aztán Szabadfi faultól vele szemben. Egyszerűen elkapta a fonalat a kaposvári együttes, különösen védekezésben egyébként. Ivar Rudezs, a hazaiak vezetőedzője, általában erre szokott panaszkodni csapatával kapcsolatban, miközben Dorogi Gergő állt be közben már is a vendégeknél. Rudezs általában a mérkőzések után, meg a mérkőzések előtt is azt szokta kiemelni, hogy támadásban kevesebb a probléma, inkább a védekezéssel van gond. És ezt bizonyítja egy újabb tripla is a kaposváriaknál. Halmai dobja be a második hármasát, és úgy néz ki, hogy eddig a jó védekezés mellett kaposvári oldalon a támadás is nagyon rendben van. 10-0-val kezd a hazai együttes akkor, amikor még el sem telt a meccsből két perc, 1 perc 58 másodperc telt el a találkozóból. Halmai két triplát is bedobott, őt éltetik most éppen a kaposvári szurkolók. KKK fiatal játékos egy már is 6 pontnál jár, az oroszlány pedig egyelőre pont nélkül. A két csapatot egyébként nem választja el túl sok egymástól a tabellán. Az OSL Lions a 9. helyen áll jelenleg a bajnokságban, a Kaposvár pedig a 11. helyen. És abban az esetben, hogyha a KKK nyerni tudna esetleg ma este hazai pályán, akkor a mérlegét tekintve utolérni az OSE csapatát. Az oroszlánynak 6 győzelme, illetve 10 veresége van, a Kaposvárnak pedig 5 győzelme és 11 veresége. Illés közben aztán már a labdával, amikor folytatódik a mérkőzés. A labdával 5 másodperc a támadóból. Ilyen kihagyott a dobás a vendégeknél, Calloway volt az, aki hibázott. Ezért a Brown közben már a túloldalon, ő meg majdnem elhagyja a labdát. Mindig Brown védelgeti. Dorogi mellett próbálta felrakni, aztán másodjára sem tudott pontot szerezni a hazai együttes.
kapuján kisméleteltem Callaway. Illésnek dobja két triplára, amivel megszületik az első vendégkosára találkozón. Negyedik kísérletükből tudtak először pontot szerezni a vendégek. Gabrics. Nincs kosara, most viszont megtorpan a Kaposvár, ez látszódik, hogy jobban összeszedte a védekezését az oroszlány. Nem jönnek úgy a dobóhelyzetek hazai oldalon. Callaway állt vele közben egy triplával, ami rövidre sikerült. Gabrics aztán már a túloldalon. Brown várta meg, amíg felérkezik a támadáshoz. Hughes is. Halmai. Átvezette a palánk alatt. Gabrics pedig szépen kilépi az ígyszert. Pontos előnyben így a hazai együttes Illés Rujáknak. Veszkinin. Halmai szerez majdnem labdát, aztán a vége egy fault lett. És a két triplát elsüllyesztő Halmai Dánielt. Puska Bence váltja a pályán. Általában eddig a szezon során Puska volt az, aki kezdeni szokott a Kaposvárnál az U23-as poszton, úgymond. Most viszont fordítva volt, ő érkezett a kispadról. Kose tripla, Callaway süllyesztette el a hármast, 6 ponttal ezzel így felzárkózik a vendégegyüttes, és Iváru Dezs is időt kér, nem várja meg, amíg esetleg az ellenfél még közelebb érne. Mindkét csapat szeretné egyébként megszakítani a három meccses vereség sorozatát. Az oroszlány és a Kaposvár is elveszítette előző három találkozóját. Az Ose együttese először a Körmenttől, majd aztán a Fehérvártól kapott ki. A legutóbbi fordulóban pedig a Budapest Honvéd otthonában szenvedtek vereséget. A Körmenttől még a tavalyi év végén kaptak ki, a két másik vereség pedig már az idei esztendőben csúszott be az oroszlány csapatánál. A kaposváriak pedig a Szolnoktól kaptak ki idegenben, hazai pályán a Falkótól. Ez egy elég súlyos vereség lett a végére, és aztán a legutóbbi fordulóban Bakson kapott ki a KKK együttes. A Gabrics most viszont bevág egy triplát. Jó a folytatás hazai oldalon az időkérés után. Rujánk a labdával, aztán Illés. Callaway tolja be a palánk alá Óriszt, van egy pár centi fölénye, és mutatják a játékvezetőt, hogy Callaway ezt elcsaszokta a tolatás közben, a lépéshiba után a Kaposvárhoz kerül a labda. Isaiah Brown mutatja, hogy melyik figura jön, a szezon közben szerződtette őt a Kaposvár Dejon Griffin helyére. A Somogyi együttes aztán a Szolnok csapatánál kötött két hónapra. Tyzia Brown abszolút bevált a Kaposvárnál. Gabrics hagyja ezt a dobást, és aztán róla megy ki a labda. Az ígyszert a támadás végén. Próbál rohanni a kaposvári együttes Óriszt. Samantha Brown feláll a középtávoliba, odaütnek neki, és még a dobása is majdnem pontos volt így is. Jöhet majd Browntól két büntető.
5 mérkőzésen játszott eddig a Kaposvárnál. Az amerikai irányító és ezóta gyakorlatilag a Somogyi együttes legjobb játékosának számít. Ezen az 5 mérkőzésen 17,6 pontos átlaga volt. Emellett átlagban 2,5 assziszt kicsúszott a kezeik közül, és irányító létére, 187 centis játékos létére ezen az 5 meccsen 3,6-es lepattanó átlagot hozott össze. Brown bedobta a második büntetőt is. Kelevé aztán már a túloldalon, megint Oris maradt ott vele védekezésben, és aztán Kresztrinnel szemben szabálytalankodott Michael Hughes. Ő persze az ítélettel annyira nem értett egyet. Szerinte csak a labdát találta el, és tiszta blokk volt. A büntető előtt is még mondja magáit a játékvezetőknek. És kimarad az első büntető viszont. Kresztin hagyja ki. Aztán nagyon rövid a másik is. A Kaposvárnak pedig megvan a lepattanó. Orvis Puskának. Puska próbált volna meg betörni. És ilyen eladja a labdát. 13 másodperc még a támadóból a hazaiaknak. Még egyel tovább Gabrics, 5 másodperc, ezt már dobni kell a sarokból Puskának. Ahhoz lett a tip triplája, Kresztin szedi aztán a lepattanót. Dorogi volt az, aki indult, de nem tudta megjátszani a Ruják. Kelevé kapja a labdát, megint Orisszal szemben, de most nem próbálkozott meg ellene. Egy-egyel. És Máté húzza ki, aztán 6 másodperccel a támadóidő vége előtt elindul befelé. Nem ilyen gyűrűt a labda, így lejár a támadóidő. Nem így mutatnak a játékvezetők. Faultot ítélnek a kaposváriakkal szemben. Orisra fújták rá a szabálytalanságot. Úgyhogy hiába járt le a támadóidő, még előtte jött a fault. És marad a labda a vendég együttesnél. 14 másodpercre visszaállt a támadóra Illés. A végpróbálja meg, és Orisra fújnak újra egy faultot a játékvezetők. A kosár nem érvényes. Mutatják a szürkemezesek, jött viszont majd 2 dobás Kelevétől, és érkezik egy debütáló játékos a kaposváriaknál, Deshaun Parsons. Első meccsét játssza a Kométa KKK együttesében. Az egymás után 2 faultot gyorsan begyűjtő Sebastian Oris váltja a pályán. Ott, hogy természetesen ki lehetett találni azt, hogy kis cserére Iván Rudezs. És a Parsons pedig nem elég igazolta, hogy a Kaposvár a Paksele még nem tudott játszani az előző fordulóban. Nem érkeztek meg a papírjai Izraelből, ott kezdte a szezont. A Maccabi Haifa együttesénél. Újabb fault ezúttal a túloldalon, Shane Henry volt a szabálytalankodó, is új játékos az oroszlány együttesénél. Szezon közben érkezett, és lett a csapat 5. légiós a Brown. Kiosztaná Gabricsnak, de Kelevé elhappolta a labdát, aztán Hughes pedig remekül ért oda. Hozzá tudott érni a labdához, és Kelevére visszapattant, úgyhogy támadhat a kaposvári együttes. Kevesebb mint 3 perc van még vissza az első negyedből, Hughes. Védekezik vele szemben, Hughes egyelőre be tudja tolni a palánk alá, a dobása pedig kimarad.
kivártak a játékvezetők, lehet, hogy még meg is adták volna esetleg a kosarat, hogyha Hughes be tudja dobni. Két büntető jöhet majd így viszont. Az oroszlány együttese már bónuszban ezzel, de Kaposvárnak is négy faultja van csapatszinten. Hughes kihagyja az első büntetőt. A másodikat viszont már bedobta. Parsons szerez labdát, és aztán bemutatkozásként zsákolt volna egyet. Aztán Brown kosarát már megadják a játékvezetők. Lefele szálló ágban volt már a labda. A Kaposvári együttes 29-re vezet. Ismételten két számjegyű a különbség. Illés Henrynek szépen verte meg az előtte álló Puskát. De megint jól védekezik a Kaposvár. 4 másodpercet álmodóból Illésnek kellene dobnia. Ezen találta a dobóhelyzetet. Mutatják a játékvezetőt, hogy a Duda megszólalásakor Illés kezében volt még a labda, úgyhogy jöhet a Kaposvári együttes. Michael Hughes kap egy kis pihenőt a kaposváriaknál, Hamblin pedig érkezik a pályára. Két meccsel ezelőtt a Falco elleni találkozón ünnepelhetett Hamblin, az volt az 500. mérkőzése Kaposvár mezben, és most a találkozó előtt ebből az alkalomból köszöntötték is őt. Az egyik szurkol adott át neki egy ajándékcsomagot. 6 másodperc közben a támadóból Gabricsnak kellene dobnia. Hamblin pofozza vissza. 22-9 a hazaiaknak. És 1 perc 40 van még vissza az első negyedből. Ruján Henrynek Illés. Puska próbálja vele tartani a lépést, és támadót fújnak a játékvezetők. Henry volt szabálytalan. Itt azonnal le is kap. Simon Petrov vezetőedző. Shane Henrynek ugyanis ez volt a harmadik faultja. Puska, aztán Hamblin. Beleállt a középtávoliba, de lejön a dobása. Kesztelin Parsonszal birkózott, de csak egy rövid ideig. Utca indul el befelé, és aztán faultot fújnak a játékvezetők. Parsons az, aki reklamál és mutatja, hogy a saját hengerén belül ugrott fel. Úgyhogy nem érti, hogy miért jött a sípszó. Gabrics helyett Óris, Brown helyett pedig Halmai a pályán a kaposváriaknál. Kevesebb, mint 1 perc van már csak vissza egyébként a negyedből. 59,5 másodperc. Ezben Buca Tamás próbálkozhat a büntető vonalról. Elsőre sikertelenül. A második viszont már bent van. Óris a labdával. Puska Parsonsnak. Hamblin várta már nagyon a labdát, és bele is tudott állni egy triplába, ami kimaradt. Dorogi pedig el tudta hozni a labdát Puska elől, és már is fordul az oroszlány. Kesztén kapta a labdát. Hamblin pedig elismeri, hogy ő volt az, aki szabálytalankodott. Azonban felnézett a tábla felé. Thank you.
ezt a Handlein egyből, hogy jön a büntető vagy sem. És mivel ugye már a Kaposvár is bónuszban van, ezért jöhetett a két dobás, amelyikből csak az egyik volt sikeres. Kicsivel kevesebb, mint fél perc még a negyedből. 22-11 az állást. Parsons tört be. A zsákolás után a büntetőből sem akar összejönni a pontszerzés egyelőre Kaposvár mezben. Az uminti fautot egyébként Dorogira fújták, mutogattak egymásra Kresztininnel. Pontosabban Kresztinin kérdezte igazából a játékvezetőtől, hogy most akkor ez a fault kié is volt. Hanszlansz pedig megszerzi első pontját Kaposvár játékosként, 10 másodperc még a negyedből. Illés indul el befelé, Kresztinnek tette volna a labdát, tovább 4 másodperc. Puska el kellett dobnia, mert lejárt volna az idő. Valószínűleg csak egy kettes lett volna, hiszen ha jól láttam, rálépett a vonalra. Viszont nem tudott betalálni, úgyhogy a kaposvári együttes az első negyed után 23-11-re vezet, nem sokára jövünk vissza. Kezdhette a második negyedet. És aztán Illés állt bele egy triplába, ezzel pedig 10 ponton belülre ér a vendégegyüttes pillanatnyilag. Nagyon gyorsan jön egy fault. Szabadfi Márk ellen jött az ítélet. Szemben itt megverni meg tudott, de nem jött tőle az ígyszer, ez pedig egy eladott labda a vendégeknél a lerohanási kísérlet közben. Handlein ülhet le a Kaposvárnál, Michael Hughes pedig visszáll a Somogyi együttesnél. Csóris is visszáll a Kaposvárnál, ő Puska Bencét váltja a pályán. Kiosztotta be Kresztinit, aztán végül kiosztotta, és Csóris az, aki bele tudott állni egy triplába. 26-14 a Kaposvárnak. Százalékos triplázó a Kaposvárnál. Rengetegszer távolról is eredményes tudott lenni már, mint hát nem közvetlen a tripla vonaltól, hanem még távolabbról. Nem akar lemaradni, aztán Illés sem. Ez volt a harmadik triplája a mérkőzésen, Brown. Nem tud felelni. Hármassal a Kaposvárba, megvan a támadó lepattanó Hughesnak. Szépen forgatta meg védőjét, Kelovejét, aztán majd dobhat kettőt. Ez lesz a jutalma. Michael Hughesnek. Dobja az elsőt, nem feltétlenül rossz üzlet az az oroszlánynak, hogy ő van ott a büntető vonalon. Két mérkőzéssel ezelőtt a Falco elleni hazai meccsen 8-ból 2 darab büntetőt bírt bedobni. Hughes, és hát most is kettőből egy maradó mutatója. A bajnos
bajnokságban eddig 62%-ra dobta a büntetőket összességében. Michael Hughes visszaindult el befelé, majdnem ellépte, de Christine meg még le tudta osztani. Szerintem vissza egy triplára, és Kelemé volt az, aki végül bepofozta a labdát a gyűrűbe. Kelemére fújták a fautot. Kaposvár, az olasztálynak ez volt már a harmadik faultja. Egy kicsivel több mint két perc telt el eddig a negyedből. Óris Almainak. Ő várta volna nagyon a labdát, aztán gyakorlatilag elnézést kér Óristól, hogy el akarta ott kérni a labdát, bent a palánk alatt ott maradt valamelyik alacsonyabb játékossal, talán Szabadkival, hogyha jól láttam. Várta volna, hogy dobjon egy könnyű kosarat, hát dobott helyette Óris egy nagy triplát. Hiszem, hogy egy nagy homály a túloldalon, vendég részről Gabrics. A besegítés. Gabrics pedig egyről nem tud szabadulni a labdától. Küldte el Hughes-t. A tripla nem megy, arra volt jó ez a dobás, hogy a hálót leszedje a gyűrűről, ami az előző tripla után feltekeredett. Nica. Illés megszerű labdától ott Chris Kresztinének, aki pedig fautol egy itt eredményes közvetlen közelről. Megint 10 ponton belülre ér a vendég együttes, és még jöhet majd a büntető is. Brown és Hughes beszélik meg a dolgokat. Brown hagyja el a pályát hazai oldalon, és Puska az, aki beáll helyette. Most két 23 éven aluli játékossal a pályán a kaposvári csapat. Szóval van Halmai is. Köszönöm pedig bedobja a büntetőt. 7 pontra zárkózik így most az oroszlány. Óris Hughes-nak. Köszönöm pedig megpróbált volna labdát szerezni. Fault lett belőle. Azonnal elismerte ő is, hogy volt a szabálytalan, sőt gyakorlatilag elnézést is kért a csapattársaktól. Hughes. És egy újabb fault. Ez is Kresztininnek. Na ezt már kevésbé szívesen ismeri el. Itt van Légiós, ezzel pedig bónuszba került az oroszlány. 6,5 perccel a negyed vége előtt, úgyhogy mert két büntető. Aztán Hughes megint csak kettőből egyet tud értékesíteni. Ruják pattogtatta a labdát, aztán Illés. Kresztin nagyon okosan tette tovább, de paskolta a labdát, hiszen ott voltak a kaposvári védők a palánk alatt, de nem tudott jönni a sarok tripla. Fordulhat az eladott labda után a KKK, Gabrics. Újákkal küzdött nagyot. Óris indul el befelé. Halmai kapja a triplára, és ez is beakadt Halmainak. A harmadik. Három pontosan, háromból három, nem hibázott, mint Tobást. Halmai Dániel, 9 pontnál jár.
szezon csúcsnál tart. 4 pont volt a legtöbb, amit dobott az idei szezonban Halmai Dániel. Illést takarta be Hughes, de már a fault után. Halmai ellen az ítélet a kaposváriaknál, Brown érkezik vissza. Kuska Bence helyett. Légióssal és egy utánpótláskori játékossal a pályának a Kosvár 5 és fél perc van még vissza a második negyedből. 34-22 vezet a kaposvári együttes. Hat másodperc a támadóból Ingésnek kellett rámelnie, ő sem nagyon tud hibázni kintről. Ez már a negyedik triplája volt. Brown átdobja a gyűrűt, de Hughes összeszedi a labdát. És aztán kapitány mutatja, hogy még mielőtt elindult volna, volt egy fault. Dorogginál. Hughes itt viszont dobhat kettőt, és hát ugye eddig nem a legtökéletesebben sikerültek a büntetői. Lehet, hogy az már egy olyan Hughes taktika. Hűzt a vonalról, minél többet hibázzon, aztán így majd lehet esetleg zárkózni a fordulást követően a büntetők után. A trükk pedig eddig bejön. Egyet stabilan hoz a kettőből. Amennyire dadogott ennél a dobásnál és a labda simán lehetett volna a kettőből nulla is. Kerüljál bele a triplába, ami kimaradt. Próbál rohanni a Kaposvár. Egy gyors támadást kivitelezni, Gabics kapja. A leválás után a triplára a labdát. Kimarad a dobása. Ügyés robog már aztán a túloldalon. Utcának adja ott a labdát, kellene meg egy neki zárni. Dorogi kapta volna, sőt meg is kapta. Ott a ki is harcolt egy fautot is. Nem volt a vétkes a hazajáknál. Minden igaz, az első fautja volt az ez. És a Parsons érkezik is vissza. Sebastian Orris helyett. Kaposvár is már 4 faultnál tart, úgyhogy innentől kezdve majd jönnek a büntetők. Az oroszlány számára is minden egyes szabálytalanság után Illés ezt a triplát is bedobja. Hát lehet, hogy a következő időkérésnél majd az fog elhangozni Ivár Rudestől, hogy Illéshez a helyén kicsit közelebb kellene menni. Gabrics hagyta ki közben ezt a hármast. Online állt be Hughes helyett, Halmai helyett pedig Kuska a pályán a Kaposvárnál, 28-as állásnál. Ilyen labdával még 4 perc van vissza, kicsit kevesebb, mint 4 perc a második negyedből. Húják el bele egy triplába. Elég hosszú lett, és a Kaposvárnak van meg a lepattanó. Parsons rohant előre, de támadó fúrnak a játékvezetők. Valóban kicsit nem volt a lendület. És a Parsonsnál fejjel futott a falba. Más kérdés, hogy mondjuk így, és mennyire vette már fel a védő pozíciót. Thank you.
énekelve, kiváló hangulatot teremtenek itt a Kaposvári Városi Sportcsarnokban. Van, aki félmeztelenül szurkol az Osset bükkelei közül. Kicsit elmondták már magukat, ott Divanig ugye törölték a pályát, Illés közben kivagyja az Icer, de megvan a lepattanó, és próbálkozhat másodjára is, középtávolról sem volt eredményes. Gábrics aztán kap egy nagyon nagy blokkot Micától, aki már is indulhat előre. Dorogi kapja a labdát, és sem tud betalálni. Endlejné a lepattanó. És aztán Parsons játsza meg a félpályánál. Brown kezéből kiütja a labdát Húca, de nem tud azért meglódulni most ebből az oroszlány, viszont értékes másodperceket tudott elvenni a kaposvári támadásból. Most pedig aztán meg is van a labda. Ruják indulhat előre. Szépen vissza tudtak zárni a kaposváriak, de Húca bele tud állni egy triplába, ami viszont kimarad. Utána kihagyott helyzetek. Igen, csak közel érhetett volna az orosz anyagkor, hogyha mondjuk beakadt volna ez a tripla. Óris érkezett közben a kaposváriaknál Brown helyére. Támadhat tovább a vendégcsapat. Ez a ülésnek a Ruják. Kázott támadás, nem a pontosságáról volt most. A pontosság miatt volt ez dicsérhető a két csapat. Lassan már vagy két perce lehet nem esett kosár. És aztán egy időkérés Kaposvári oldalról, 2 perc. Egy másodperc van még vissza a második negyedben, akkor, amikor Ivár Udes úgy dönt, hogy szeretne egy kis megbeszélést tartani. Az ajak vezető edzője Udes egyébként azt mondta a meccset megelőzően, hogy szerint fontos ez a mérkőzés számukra, hiszen ugye zárkózhatnának egyrészt az oroszlányhoz, másrészt meg ugye a legjobb 8-hoz. Próbálná valahogy elérni a rájátszást a kaposvári együttes. Rudes utalt arra ugye, hogy idegenben a szezon elején oroszlányban nagyon kikapott a Kaposvár, és hogy ez elég rossz emlékeket kelt bennük. Mindenképpen szeretnének visszavágni. Egyelőre jól állnak a kaposváriak. Azt is megjegyezte Ivár Rudes, hogy azóta a meccs óta, amit ugye idegenben elveszített a Kaposvár, szerint sokat fejlődött a csapata. Párszonsz alapon arról, és ráadásul el is adja. Elé kapta egyből, tette fel aztán a palánk alatt, 5 pontra így feljön a vendég együttes. Volt közt a 11-12 pont is talán a Kaposvárnak. Szépen elolvadt a hazai előny Puska a Handlein. Mondta Párszonsznak, helyette inkább Puskának, aki le is dobja az üres triplát. Hazai szempontból nagyon jókor jött ez a kosár. Szerintem tud lőtávon belülre érkezni a vendég együttes egy újabb kosárral. Dorogi Illés. Kelemény hogy tette ezt fel. 38-32. Megkezdődik az utolsó
utolsó perc a második negyedben, Bóricz a labdával, aztán Puska a Hendley, vissza Puskának, Parsons 10 másodperc a támadóból. Parsons eljátszotta, hogy odaadná a labdát Bóricznak, majd elindult befelé, de kimarad a dobása. Nagyjából 20 másodperc a különbség a negyedből hátra lévő idő, meg a oroszlányi támadó idő között. Még visszatámadhat majd a Kaposvár, a Ruják. Szóval majdnem labdát szerzett Ruják. Ugye bedobni tábláról, de fújnak egy faultot a játékvezetők. Valaki ezek szerint hátulról meglökte Rujákot. Bóricznak írják be a szabálytalanságot, neki ez a harmadik faultja a kaposváriaknál. Rajta kívül Halmainak még van még három személyi hibája a kékmezeseknél. Ugye pedig bedobja az első büntetőt. Azt lehet mondani, hogy ennél a faultnál benne volt minden rutinja. Bedobja a másodikat is. 4 pontra feljön ezzel az oroszlány együttese. Cserélnek a hazaiak, Brown érkezett vissza Gabrics helyett. És gyakorlatilag 23,9 másodperc, ami vissza van a negyedből, úgyhogy itt ezt végig támadhatja majd a hazai együttes. Brown 6 másodperc még vissza. Ugye a középtávolít, ami nem jó, Hendley viszont be tudja pofozni. És így ér véget a mérkőzés második negyed, úgyhogy a fél időben a Kaposvár együttes 6 ponttal vezet 40-34-re. Nem sokára jövünk majd vissza a folytatással. Még vissza volt kb. A szünetből, de a játékosok már a pályán voltak, úgyhogy a játékvezetők úgy döntöttek, hogy minek kell pörgetni még azt az időt, folytatódjon a mérkőzés. Kaposvár kezdte a harmadik negyedet, amely egyelőre 6 pontos előnyben van, és ez marad is így. De Gabrics szerez még egy támadó lepattanót, úgyhogy folytathatja tovább a támadást a KKK együttese. Oris próbálkozott egy triplával, ami szintén kimaradt, úgyhogy marad a 6 pontos különbség. 40-34-re vezet a KKK, Ruják a labdával. És várja, hogy az üres elzárások után érkezzen valaki a labdáért. Ruják volt az végül. Streamben zárni, és a vállás után kapta a labdát, Gabrics védekezett nagyot. Ez a jobb a keresztény végül így is pontot tud szerezni. 4 pontra feljön az Osa Lions. Gabrics kapta vissza a labdát, 9 másodperc a támadóból, és Gabrics dobja be a duplát. Ki az Icer, 15 ponttal zárta az első fél időt. Illés Máté is mind a 15 pontját triplákból szerezte, 6-ból 5-öt dobott be. Ő a legeredményesebb játékos eddig a mérkőzésnek. Bóricz, szép volt a passz csele, aztán a flóter viszont kimarad. Illés húzta le, aztán a magasból a lepattanót, majd Ruyákot indította. Tehát már 2 perc a negyedből. Egyelőre egy-egy kosár mindkét oldalon az idő alatt. A levé távoli tripla kísérlete. Kicsa pedig szabálytalankodik. Puskával szemben. Egy flóterrel, 44-36 megint egy kicsit ellép, így a Kaposvár.
bemutató edzésen, Petrov azt mondta a mérkőzés előtt, hogy jó volt a felkészülése a csapatnak, amit beleadott az együttes az edzéseken, és hogy igazából mindenki bevethető. Nos, az első félidő eltelte után, 10 óriási blokkja, aztán Kelevé pedig reklamálja, hogy Húznak kiárna a technikai. Elsőre ráadásul még azt mutatták a játékvezetők, hogy Kelevére ment ki a labda, de most aztán korrigálták magukat, és végül visszakapta a labdát az Ose. Szóval ezzel a félidés például Jussi Bárnyák nem lépett még pályára eddig a vendégeknél, és a harmadik negyedben sem kezdett, amikor már mondjuk a fiatal játékosoknak nem kell ott tenniük a pályán. Nagy valószínűséggel ő valami kisebb sérüléssel, betegséggel bajlódik, és végül ezért nem számíthat rá. Simon Petrov. Végül is most 4 légióssal a vendég együttes is. Hughes kapta előre a labdát. Óriási zsákolt Michael Hughes. 46-39. Aztán majdnem labdát szerzett Hughes. Kebics tolta meg kicsit Kelleveit. Kebics fel is tette a kezét, elismerte gyakorlatilag a faultot. Fújás nem jött, viszont később igen. Hughes harcolta ki a támadót. Tetszik is ez most a hazai közönségnek. Michael Hughes-t éltetik. Kaposvári oldalon is ugye van egy sérült játékos, de róla már lehetett tudni ezt a mérkőzés előtt. Boris Kinyajszki az, aki sérülés miatt most már hetek óta nem állhat Ivar Rudezs rendelkezésére. És hát ugye az sem titok kaposvári oldalon, hogy Hendlein is egy olyan sérüléssel bajlódik, térsérüléssel, amit igazából már műteni kellene. De folyamatos kezelések és injekciózások árán egyelőre tudja folytatni a szezon Hendlein. Deshaun Parsons sem véletlenül érkezett a Kaposvárnál. Egy Csorvási Milán volt az, aki csúlyosnak tűnő nem is tért sérülést, szenvedett lábsérülést, de krónikus bántalmak miatt gyakorlatilag nem tudott túl sem játszani, és úgy döntöttek a kaposvári vezetők, hogy szerződést döntenek a rutinos centerrel. Gyakorlatilag ő is a sérülés miatt volt kénytelen távozni Kaposvárról másfél szezont követően. Van idő bőven erről beszélgetni, ezért mutatjuk éppen ezt a palánkot, mert ugye az előző alley-oop-nál, amit ugye Michael Hughes rántott, elmozdult a szerkezet, úgyhogy most vissza kell a helyére állítani a palánkot, ami egy elég időigényes folyamat lesz úgy fest. Közvetítés során korábban, hogy a két csapat első találkozóját ugye a szezonban az oroszlán nyerte, 101-80-ra tudott akkor nyerni az Ose. És most, hogy ránézek ennek a meccsnek a statisztikájára, szembetűnő megint az, hogy nem csak Jussi Bárnyák nem játszott eddig ezen a mérkőzésen, hanem Gyorgy Dimitrijevics sem, úgyhogy gyakorlatilag a két légiósát kénytelen nélkülözni a vendég együttes. És hát éppen ez a két légiós húzta gyakorlatilag
oroszlány szekerét azon a mérkőzésen. Dimitriev is 32 pontot dobott, Márnyak 12-t, Kestrin is 12-t, Alexej Cárev 18-at, és meg 13-at Illés Máté, de hát nyilván most is az a helyzet, hogy elég jól elkapta a fonalat. Most jelzik a játékvezetők, hogy lehet visszajönni a pályára, és folytatódhat a mérkőzés. Oldalról jöhetett a kaposvári együttes. Brownnál a labda, aztán Puska. Puska állhat bele egy triplába. Hosszúra sikerült, és aztán ezek szerint hiába szerzett labdát Michael Hughes. Szabálytalanságot láttak a játékvezetők nála. Ő inkább úgy döntött ki, hogy Kemucának egy triplára. Szedte a lepattanót. Hughes-tól. Kelevé másodjára egy triplával próbálkozhat, és büntet is. Pont lejárt volna már a támadó is. 46-42-re feljönnek a vendégek. Ruják viszont tesán tikál a pályáról, ez abszolút nem néz ki jól így. Lányiak szemszögéből. Ruják szinte végig a pályán volt eddig. És hát abban az esetben, hogy ennyi sérültje van a vendégcsapatnak, egy újabb kiváló játékos egyáltalán nem jön jól. A légiósok közül Shane Henry is alig játszott, alig tudott pályán lenni a fault problémái miatt. Hát még így is nagyon-nagyon jól tartja magát a vendég együttes, hiszen 4 pont jelenleg a különbség, és volt már ugye ezt a több mint 10 is. Brownnál bele a középtávoliba, a büntető magasságából, de kimarad. Sebastian Óris aztán a labdával, Gabrics megy neki zárni, de lehet, hogy így jobban besűrűsödött itt most a pálya ezen része. Illés húzta vissza Puska Bencét, aki aztán is hagyja a pályát, Halmai érkezik helyette. Zúga mindent bele a vendégszektorból. Hughes kap gyakorlatilag kisebb agyvérzést a kaposváriaknál. Meg volt róla győződve, hogy ez egy kosa játékosról ment ki. A játékvezetők viszont az ellenkezőjét ítélték. 5,5 perc van még vissza a harmadik negyedből. Utca a labdával. Kestrin osztotta ki Szabad Finát, aki tudta ezt most ráemelni. Kivésnek viszont már muszáj dobni, mert lejárt volna a támadó idő. És valahogyan elkapta a fonalat Illés Máté. Aztán Illés ráadásul még mondja magáit ezerrel a kaposvári kispadnak, nem tudom, hogy kivel elégedetlen, vagy kivel rúgta össze a port. De 5 perccel a harmadik negyed végelőtt, és hát a harmadik negyed fél távjánál egy pontra felzárkózik az oroszlány együttese. Kapcsolatban ugye, hogy a közvetítés elején, hogy jelenleg a 9. helyen állnak, és ugye álltak ennél sokkal jobban, és a szezon fél távjánál ennek köszönhetően ott lehetnek majd a magyar kupában a legjobb 8 között. Az SKC-vel a Sopronnal játszanak majd a negyeddöntőben, idegenben vívják majd azt a mérkőzést.
április 5-én játsszák majd a negyeddöntő mérkőzéseit, aztán azon a hétvégén utána a négy tovább jutó csapat Budapesten játszik majd egy négyes döntőt. És Máté 18 pontos, és továbbra is csak triplából talált be. Abból bedobott 6-ot, 7 kísérletből ráadásul. A büntető vonalra még nem állhatott oda, és a ketteseket pedig hát eddig 4-ből nullával értékesítette, vagy 4-0-ás, 0-4-es mutatója van. Valamint kintről így meg addig. Nem lehet rá egy szava sem. Brown tud dobni egy zicsert. Rendkívül fontos hazai kosár most, hiszen már a vezetés kapujában volt az oroszlány együttese. A találkozó folyamán eddig még nem volt előnyben az OSZE csapata. Ablát szereznek most a kaposváriak. Brown. Keszteni mellett, aki megtudt a zavarni Brown-t annyira, hogy ne dobja be a szabad, pedig egy újabb fautot fújnak be, ez már neki a negyedik az oroszlány fiatal játékosának, aki kénytelen is elhagyni a pályát, de jó hír vendég szempontból, hogy Ruják az, aki vissza tud állni, és antikálva hagyta el a pályát nem olyan régen. Egyedik faultja volt ez már az oroszlánynak egyébként, és aztán majdnem eladja a labdát a Kaposvár az alapvonali bedobásból, ez pedig támadó hiba lesz. Kelemény esettel tökéletes ütemben. Fűznek, ez volt a harmadik faultja. Ez is bent van a vendégeknél, megvan az egyenlítés, 48-48, ha már vezetni nem vezettek eddig, de legalább utolérik a kaposváriakat. Brown, jön a válasz tőle, csak egy pillanatra tudott legalizálni az oroszlán csapata. Kicsivel több mint 3 perc van még vissza a negyedből, Illés a labdával. Ruják fel tudta tenni Hughes felett, Parsons viszont eszedi a lepattanót. Hogyha próbált ott szorongatni, meg bele hajszolni egy rossz paszba, de végül át tudta juttatni a labdát túloldalra. Parsons, Brown, 12 másodperc a támadóból, még kaposvári oldalon Orris. Ezért Brown megint 7 másodperc. Nem beleállt egy újabb triplába, és ezt is bedobja. A két egymást követő hármasával pedig így 6 ponttal vezet a Kaposvár. Halmai próbálta zavarni Rujánkat a labda felhozatalban, sőt hát meg is tudta zavarni. Kelevei Muca, Kresztén kapja. Nem is nézett a gyűrűn, inkább kifele osztotta, 6 másodperc, Illés. Az első duplája, és a 20. pontja Illés Máténak 54-50-es állásnál. Támadhat most a Kaposvár Parsons. Kipördül a triplája. Megpróbálta mindenképp megjátszani, kihúzta palánkalap, de aztán egyszer csak azt tette észre, hogy teljesen üres, úgyhogy ezért dobta a triplát. Aztán Kresztini meg gyakorlatilag egymásnak ugrott itt a támadó lepattanó közben. Hughes osztott ki egy nagy blokkot, és majd hozhatja a Kaposvár a labdát.
Jó néhány csere hazai oldalon. Érkezett például Gabrics. Köszönet, meg Óris. Ezt kihagyja, de megküzd érte. Másodjára pedig reklamálja a faultot. Sean Parsons. Gábrics nem mutatja a játékvezetőknél, hogy ez lehet, hogy borítás volt. Négy faultnál mindkét együttes. Shane Henry érkezik vissza közben a vendégeknél. Egy perc 13 van még vissza a harmadik negyedből. És a labdával. Dobja Gabrics felett. Kettő pontra feljön így most a vendég együttes. 22 pontos Illés Máté, és hát ez már bőven szezon csúcs nála. Az eddig legtöbb, amit dobott, elért egy mérkőzésen, az 14 pont volt még egyszer az Ete ellen. Már lassan. Tízzel többen jár ennél. Indul el befelé, és egyelít megint a vendégcsapat. 54-54 az állás. Nagyon a vendégszektorban. Kevesebb egy fél perc már csak vissza a negyedből. Óris a labdával. Két másodperc a különbség van a támadó időóra, meg a negyedből hátra lévő idő között. Gabrics, 7 másodperc a támadóból. Ruják ütközi le Gabricsot. És aztán itt mutatnak a játékvezetők. Egyrészt volt egy fault. A kosarat pedig megadják, hiszen Gábrics már elkezdte kilépni az ígyszert. Henry pedig elütötte a labdát akkor, amikor már nem kellett volna. Gabricstól jöhet még egy büntető, mivel akár 3 pontra módosíthatja a különbséget, és 3,8 másodperc lesz majd még vissza a dobása után. Bent is van, ilyen alapul a vendég együttes, Ruján kapja a labdát. Harrynek osztja még tovább a kis ákol egyet, és így mutatják a játékvezetők, hogy érvételen a kosár. De kapitány aztán jelzi, hogy visszanézik ezt még, úgyhogy egyelőre nincs vége a harmadik negyednek. Hát Harry ugye jobban járt volna, hogyha eldobja ezt a labdát és nem zsákolja, mert így lehet, hogy nem hagyta el a labda időben a kezét. Nem sokára jön vissza majd a negyedik negyeddel, addig pedig kiderül, hogy érvényes volt-e Harry kosara. Az orosztány kezdheti a mérkőzést, negyedik negyedét, Harry kosarát pedig végül hosszas videózás után adták meg a játékvezetők, úgyhogy maradt az 57-54-es állás. Dorogi a labdával Ruják, 8 másodperc a támadóból. Ruják még egyet tovább Doroginak, marad a hármasa, Parsons pedig leszedi a lepattanót, és nem rohan bele előre, megvárja Óriszt. Mégiscsak ő az irányító jelenleg a pályán, hiszen ugye Isaiah Brown pihenhet. Szezon elején általában Óris irányított. Aztán Brown érkezésével mondhatni Rudezs mester kivette a kezéből a karmesteri pálcát, hogy Óris tudja ezt csinálni, amit most is. Dobjon, ahogy csak tud. Ha sokkal jobban ment neki a szezon elején is, mint csak az irányítás. 60-54 az állás házigazda együttesnek. Illés hagyta ki a dobást, aztán nagyot küzdött a labdáért, és még rá is tudta pöccinteni azt.
a bridge-ra. Törölni kell a pályát. Perc még a támadóból a vendégeknek. Húják a labdával. Húca már későn vette észre azt, hogy le fog járni a támadó idő. Egy kézzel próbált meg gyakorlatilag majdnem triplát dobni. Jöhet a kaposvári együttes 60-54 és 8 és fél perc van még vissza a negyedből. És a Parsons dobja be a középtávolit, aztán kicsit hergeli is magát. Lehet, hogy ezzel kicsit átszakad nála egy gátnak. Túl jól nem sikerült neki a bemutatkozó mérkőzés eddig kaposvári mezben. 8 ponttal vezet a hazai együttes. Ugye azt már említettem Parsonszal kapcsolatban, hogy Izraelben kezdte a szezont a Maccabi Haifánál. Viszonylag bajnoki meccsen lépett pályára, és 15,5 pontos átlaga volt. Meg emellett eszedett 8,5 lepattanót, kiosztott majdnem 5 asszisztot meccsenként átlagban. Hát ehhez képest most ugye a meccsenél azért szerényebb mutatókat hozott össze. Három pontnál tart. Lepattanónál. Hazai együttesnél Isaiah Brown és Gabrics az, aki volt versenyben a legeredményesebb, 12 pontot dobtak mind a ketten. Óris jár még 10-nél, Hamai ugye 9-nél, Hughes pedig 8 pontnál is. 6 lepattanónál. Hozhatja fel a labdát a vendégeknél. Hat másodperc a támadóból, Harry kapja a labdát. Ott a sűrűjében kapott egy blokkot, így pedig lejárt a támadó idő. Hát a kaposvári együttes ismételten, hát ugye mondtam, hogy a Rudezsnek, vagy Rudezs általában a védekezéssel elégedetlen kaposvári részről. Most azért sok esetben jobban teljesített a kaposvár ebben a játékelemben. Parsons fordul le, Puska, Óris. Szépen forgatta meg a védőjét, középtávolig kimaradt, Hendlein pedig nem tudja visszapofozni. Óris harcol nagyot, rávetődik a labdára. Meg tudja játszani Puskát, ő pedig Parsonst kielindul befelé, és majd dobhat 2-t. Kelevé volt a szabálytalan vele szemben. És a Parsonst pedig így akkor dobhat 2 büntetőt. Faltja, úgyhogy le is cserélik őt a vendégek. Kresztelin az, aki visszaérkezett a pályára. Parsons pedig kihagyja az első büntetőt. Thank you.
54, 9 pontos hazai előny. 2,5 perccel a meccs vége előtt, pontosabban a negyedik negyed vége előtt, mert hát ki tudja, mit hoz még a hátralévő idő ebben a játék részben. Rúják dobja be a triplát. Fújás a játékvezetőtől, Gabrics, szóval a szabálytalanság, aki aztán összeakaszkodik Illéssel. Mutatják a játékvezetőt, hogy ez egy technikai kérdés, hogy kinek. Illés állandóan kereste eddig a balhét a meccsen. Most is jól levállalta Gabricsot, biztos, ami biztos. Miután még ugye ráfújták a faultot, hogy elvette tőle a labdát. Mit mutattak a játékvezetők? Mind a ketten megkapják a technikait ezek szerint. És aztán a játékvezetők még vissza is nézik az esetet. Ezt egy kis videózás is. Hát abszolút nem volt benne eddig ez a találkozóban. Egyáltalán nem volt feszült hangulatú, és hát ugye arra meg rá neki kell térni, ugye a Kaposvár és az Oroszlány esetében, hogy a két szurkolótábor nagyon jó viszont tápol egymással már hosszú-hosszú évek óta, sőt. Hogy a évtizedek óta. Amióta az Oroszlány visszaütött az élvonalba, egymás elleni találkozók előtt mindig közösen hangolnak a meccsre az Oroszlány, illetve a kaposvári szurkolók. Kaposváron a KKK szurkolók látják vendégül az oroszlányiakat. Oroszlány van pedig a meccs előtt. A hazaiak várják egy kis ennivalóval a kaposvári szurkolókat. Most is így volt az egyébként a mérkőzés előtt. Volt egy kis főzős kézés, és aztán így jöttek ide a csarnokba a szurkolók. De hát az imént a pályán nem azt lehetett észrevenni, hogy milyen jóban van egymással a két együttes. A videózás után újabb szankciók nem érkeztek a játékvezetőktől. És aztán támadót fújnak Parsons ellen. Mutatják a játékvezetők kapitány egész pontosan, hogy Parsons lekönyökölte valamelyik védőjét. Nem unalmas eddig a negyedik negyed, szó se róla. Illés. Hát ha még tovább zárkozik majd az Ose, akkor milyen izgalmas lesz a negyedik negyed, és aztán egy újabb támadó, Óris az, aki elesik, és fel kell, hogy segítsék a csapattársak. Harry pedig valószínűleg ezzel ki is pontozódik. Érzésem szerint ő kapta a faultot. Megesett, hogy nem, mert egyelőre nem küldik ki őt a játékvezetők. Hogy akkor ez volt csak a negyedik faultja Shane Henrynek. Maradhat a pályán Parsons, Óris. Parsons kapja vissza a Handleint, nézte meg, de aztán nem passzolta neki a labdát Óris. Nem vállalja el messziről, nem akarta átdobni Henry, de aztán bedobja helyette az Itzert. 65-57. Van a 59, és közben az jutott eszembe, ugye, hogy a két csapat mérkőzésen, amit játszottak a szezon első felében, ugye ott Gabricsot kiállították. Jól emlékszem, Dimitrijevicsel volt komoly bakférje azon a találkozón. Lehet, hogy a vendégek próbáltak rámenni arra, hogy valahogy
Hát, ha megint elgurul a gyógyszer Gabricsnál, a technikai kapott. Krasztonin faultolt, ez volt a negyedik szabálytalanság az oroszlány csapatánál. Puskament érkezik Óris helyett, illetve Handlein helyére Michael Hughes Kaposvárnál. És aztán Gábrics bedobja a triplát. Megint 9 ponttal vezet a kaposvári csapat, amikor már zárkózott volna egyre közelebb az OSE. És Henrynek passzolja a labdát. Parsons érkezett jól, meg aztán Hughes is. És aztán Hughes végül kiharcolja a faultot. Kelevei pedig teljesen mérges, mondja, hogy ő is csak a labdára ment ugyanúgy, mint Hughes. Ő viszont valóban ki is pontozódik, ez volt az ötödik faultja. Még egy légiósát elveszíti a vendég együttes, a kaposvári szurkolók pedig Michael Hughes-t éltetik. Dobhat majd két büntetőt. Az elsőt kihagyja. Na de hát, ha a másodikat, ugye, mint ahogy eddig is, kettőből egyeket hozott össze a büntető vonalról, folytatja a sormintát Michael Hughes, aki egyébként így most 10-ből 5 bedobott büntetőnél jár. És hiába volt közte 10 a különbség, Illés gyorsan gondoskodott róla, hogy ne legyen két számjegyű a különbség. Gabrics kapja megint a labdát, visszaindul el befelé. Mutatják a játékvezetők, hogy már a Zicser kilépése előtt volt fault, de igazából ugye teljesen mindegy, hiszen az oroszlány már bónuszban van. Gabrics kiadja a büntetőt, aztán még a labda be is ragad a gyűrűnél. És kiadja a másodikat is, Gustav Gabrics. Parsons szerez labdát, és ezt viszont már be tudja húzni, nem úgy, mint a mérkőzés elején. Meg is jön a hangulat mindjárt a kaposvári csarnokban. Oroszlányi időkérés. Parsons pedig végre egy kicsit ünnepelhet, meg a kaposvári városi sportcsarnok népe is, hiszen megint 10 pont a különbség, de még 4 perc azért vissza van, 4 perc 12 másodperc. Egyébként majd a jövő héten is hazai pályán játszik. Azzal a Kerámi az ETLKK csapatát fogadja majd a somogyi együttes. Még az oroszlány szintén hazai meccsel folytatja majd a bajnokságot a 18. fordulóban. Pont azzal a Sopronnal játszanak majd, akivel ugye áprilisban a kupa negyed döntőjében is. Hozhatja fel a labdát, 24 pontnál jár. Kelevé pedig 18 ponttal pontozódott ki.
az oroszlánynak ő a második legeredményesebb játékosa, neki a legjobb, második legjobb pont átlaga, 6 másodperc a támadóból. Ezért hűlt a labda illés dobása után, behozhatja a labdát a Kaposvár, hiszen összeszedték a lepattanót Brown a labdával, 3,5 perc van még vissza a negyedik játék részből. Óris Párszor nem dobja el a triplát, a középtávol itt meg kihagyja. Illés pedig kilépett. És aztán egy időkérés. Újabb időkérés az előzőt követően. Ezt most a kaposváriak kérték ki, Ivár Rudezsnek akad mondani valója. Perc 24 másodperc van, tehát még vissza a találkozóból. És a Kaposvár hozta a labdát az időkérést követően, a hazai időkérést követően. Óris kosarával pedig így már 12 pont a különbség a KKK javára. És hagyja ki. Erre viszont nem hibázza el közelről. Triplát nagyon-nagyon távolról, azt néztem kicsit, hogy Parsons volt az, aki egy picit belebonyolodott az előző támadásba. A gyűrűre nem nézett rá, aztán alig várt, hogy valaki megszabadítsa a labdától, hát végül asszisztot adott belőle. Óris dobta be a triplát nagyon-nagyon távolról, Parsons száll meg. Egyrészt, mert valószínűleg jobbnak látja ezt, másrészt pedig így legalább törgeti az időt is a Kaposvár. Elveszíti a labdát, Rúják mehet előre. 3-2-ben gyakorlatilag az oroszlány. Brown ütközte le Mucát, aki majd dobhat kettőt. Ez volt a negyedik kaposvári fault. Mucá pedig egyelőre a földön fekszik. És be is görcsöl talán egy kicsit a lába. És pedig azt mutatta erre a kispad felé, hogy azért lehet, hogy le kell cserélni. Lehet, hogy még a két büntetőt ledobja, aztán elhagyja majd a pályát. 2 perc van még vissza, hogy a találkozóból lehet, hogy egy gyors gyúrást kapna majd még esetleg Muca. De most mintha azt mutatta volna ki az előbb a kispad felé, hogy hát olyan, amilyen a lábam, de azért meg vagyok, az első büntetőt kihagyja azonban. Másodikat viszont bedobja Muca, 76-63, 64 bocsánat, és Muca el is hagyja a pályát, Szabati már érkezik vissza a helyére. 4 faultja van neki a fiatal játékosnak, úgyhogy oda kell majd figyelnie a meccs hátra lévő felében. Henry az, aki még ugye ilyen szempontból a fault problémákkal küzd a vendégeknél, a Kaposvárnál egyelőre, viszont nincs 4 faultos játékos, küzd. Tudta tőle elvenni a labdát, aztán Illés indulhat meg előre. Szabati kapja egy tiszta triplára a labdát. Ezt tényleg nem tudta feltenni. A Rujáknak pedig végül bemegy a középtávolia. Ezzel így most megint kereken 10 pont a különbség. De már csak 1 perc, 30 másodperc van vissza a találkozóból. 10 pontos hátrány pedig innen már nehéz lesz ledolgozni az OSA Lions csapatának.
középtávol. Itt az egy együttes így gyakorlatilag úgy nyerheti meg a mérkőzést, hogy rajt célgyőzelmet arat, hiszen ugye 10-0-val kezdték a találkozót, és hát talán két alkalommal volt rá példa, hogy az oroszlány fel tudjon jönni és egyenlítsen. Henry zsákolt még egyet, 78-68, és most már megkezdődik az utolsó perc is a negyedik negyedben. Óris Gabricsnak tudta még tovább tenni a labdát, Puska kettes lett volna, ha bemegnyitott a kapitány Gellért ott a sarokban. Millés osztja ki még egy triplára. Dobása kimaradt, Gabrics szedi a lepattanót, aztán pedig odaadja nemes egyszerűséggel Krasztininek a labdát. Még így sincs kosár vendég részről, Gabricsnak kell átrohannia a labdával, nehogy lejárjon a erre rendelkezésre álló idő. És Brown már nem is biztos, hogy nagyon ezzel kezdene bármit, bár mutatja a többieknek, hogy még egy-egyre azért elvállalkozna. Óris, kimarad a tripla, és így marad a labda a Kaposvárnál, hiszen Krasztinről ment ki a labda. A játékosok meg már annyira ünnepelnének, hogy nem is tudom, hogy elfelejtenek menni a labdáért a bedobáshoz. 2,8 másodperc. És aztán Puska Bence kezében a labda, miközben lepörög az idő. Hughes még nagyon várta volna egy alley-oopra a labdát, de Brown mutatta, hogy ennek itt már nincs helye, hiszen a kaposvári együttes végül 78-68-ra megnyeri ezt a találkozót, 10 pontos győzelmet arat a Fuse Lions csapatával szemben, és ezzel így be is éri a riválisát a győzelmek tekintetében, hiszen az oroszlánynak és a kaposvárnak is így most már 6 győzelme van a bajnokságban. A mérkőzés legeredményesebb játékosa is így és Máté volt, egy vendégjátékos, de hazajöttnál Óris 18, Gabrics 15, Brown pedig 14 ponttal zárt. Kedves nézőink, én Dausek Dániel operatőr kollégám nevében is búcsúzom. Cserhami Krisztiánt hallották, viszontlátásra, viszont hallásra.